Az egyház önállósága és szabadsága zálogának nevezte a kormánnyal tavaly kötött államegyház megállapodást Bogárdi Szabó István püspök a Magyarországi Református Egyház zsinatának áprilisi budapesti ülésén. Az állam és az egyház egymástól elválasztva végzik tevékenységeiket, de együttműködnek, hangsúlyozta. Az egyházvezető beszámolta a Magyarország kormányától kapott rekonstrukciós támogatásról, amellyel országosan csaknem 400 projektet finanszíroznak, köztük templomok, parókiák, közösségi terek felújítását, építését. Az óvodaprogramra 30 milliárd forintot kapott a református egyház, ebből mintegy 70 óvoda épülhet. A zsinat lelkészi elnöke figyelmeztetett, hogy a nagy összegű támogatás nagy felelősséget is jelent, amelyet pontosan, becsületesen, tisztességesen kell felhasználni. Bogárdi Szabó István felhívta a figyelmet arra is, hogy megváltozott az adó 1% felajánlásának rendszere, így aki idén felajánlja egyházának adója 1%-át, az visszavonásig érvényes. Szólt arról, hogy növekedett az egyháztagok adakozási kedve. A befizetett egyházfenntartói járulék összege 16%-kal növekedett az előző évhez képest. Hozzátette, egy folyamatban lévő közvéleménykutatás szerint sokkal többen tekintik magukat reformátusnak, mint ahányan ezt megvallották a népszámláláskor. A zsinati ülésen a püspök megköszönte a támogatást azoknak, akik csatlakoztak a Minority Safe Pack-hez, azaz a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezéshez. Szeretnék ehelyett is köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett a kisebbségvédelmi csomag, Minority Safe Pack aláírás gyűjtésében. Nagyon nagy fontosságúnak tartom azt, hogy az Európai Unióban a megfelelő szabályok és körülmények közepette lehet ezt kezdeményezni. Csodálkozásra ad okot, de hát aki megnézi a számlálót, hogy még Olaszországból is kellő száma aláírás gyűlt, meg Bulgáriából, meg egyéb olyan országból, ami nem is gondolnánk, hogy őshonos kisebbségek vannak. Az Európai Unió, elnézést kérek most az iróniáról, az uborka méretéről is tud szabályt hozni, meg hogy hány deka lehet, és hány hetes az a paradicsom, amit a boltba lehet árulni. Talán eljött az ideje annak, hogy az őshonos kisebbségek védelme ügyében is határozatokat hozzon az Unió. Az egyházvezető arra kérte a zsinati tagokat, támogassák indítványát, miszerint a második helvét hitvallás kerüljön bele a lelkész képesítő vizsga anyagába. A hitvallás új fordítását tavaly fogadta el a Magyar Református Zsinat Debrecenben. Ez a 4 évszázaddal ezelőtt készült dokumentum az akkori kor tudását szedte össze, magába foglalja mindazokat az ismereteket, amelyeket a hit dolgaiban és az egyház társadalomban betöltött szerepéről tudnunk kell. Azonban olyan időtálló dokumentumot sikerült megalkotniuk az atyáknak, amely még ma is teljesen releváns, valamennyi kérdésre választ találunk benne, és összefoglalja a hit dolgaiban és a társadalmi kérdésekben mindazt, amit nekünk reformátusoknak gondolnunk kell erről. A zsinat a gazdasági törvényt, valamint a nyugdíjtörvény átfogó módosítását is tárgyalta. A hosszúra nyúlt vita arról folyt, hogy a nyugdíjba vonuló lelkészeknek alanyi jogon járjon-e az egyszeri nyugdíjkiegészítés összege, vagy ez csak opció legyen. Igazából a vita az amiatt bontakozott ki, hogy vizsgálható-e az egyes nyugdíjba vonuló lelkész személyes egzisztenciális helyzete. Függetlenül attól, hogy kis vagy nagy gyülekezetből került ki, amikor nyugdíjba vonul, milyen anyagi helyzetben van, hová megy, hová tud tovább elhelyezkedni, illetve a lakhatása mennyiben megoldott. Nagyon szélsőséges helyzetek vannak, van olyan nyugdíjba vonuló lelkész, aki szinte semmilyen vagyonnal, megtakarítással, ingatlannal nem rendelkezik, ugyanakkor van olyan lelkész is, aki esetleg több saját tulajdonú vagy családi tulajdonú ingatlannal rendelkezik, és ez a támogatás 20 évvel ezelőtt azt a célt szolgálta, hogy azokat az egzisztenciálisan nehéz helyzetben lévő lelkészeket segítse, akiknek nincs jó anyagi helyzetük. Most viszont alanyi joggá vált. A jogtanácsos beszámolt arról, hogy május 25-én lép életbe az új adatvédelmi törvény. Ez érinti a református egyházat is, hiszen az egyház sajátos, speciális adatot, a vallási hovatartozást is kezeli.
Az énekeskönyv megújításáról Bódis Tamás beszélt a zsinati tagoknak. Az egyházzenés szerint az énekeskönyvet elsősorban azért kell megújítani, hogy segítse a gyülekezeti éneklést. A cél, hogy többet és jobban énekeljünk. A közelmúltban elkészült a 92 éneket tartalmazó gyűjtemény, ami lehetőséget ad arra, hogy a gyülekezetek új énekeket próbáljanak ki. A zsinat elé most az a javaslat került, hogy az új énekeskönyvben egy kicsit más elrendezésbe szeretnénk az énekeket megjelentetni, és hogy így a használatot, az énekválasztást segíteni. Azt reméljük, hogy még régi, jól ismert énekek is egy új környezetbe, egy új kottával, egy új kiállítású könyvben, lehet, hogy még a régi énekeink is megújulnak, és kedvel énekeljük, vagy olyanok, amiket most nem nagyon használnak, azok is jobban felszínre kerülhetnek. A zsinati ülésen a választójogi törvénnyel összefüggésben az esperesi kollégium azt indítványozta, hogy a megválasztott püspököknek, főgondnokoknak és espereseknek lehetőségük legyen javaslatot tenniük helyetteseikre. Heves vitát követően a zsinat úgy döntött, hogy külön zsinati vitanapra halasztja a kérdést. A Református Egyház zsinatának áprilisi üléséről a református.hu internetes portálon olvashatnak bővebb beszámolót.